Az Andok zenei világát idézte meg a Los Andinos zenekar, a medinai zenei programsorozat nyitó előadójaként. Ez az a zenekar, akik majdnem hogy közfelháborodást okoztak Magyarországon, amikor nem ők nyerték meg az 1988-as Ki mit tudott? Ez nagyon jól esett nekünk, de azért meglepett, hogy ennyire az embereket felháborította, hogy akkor nem. Talán én azt gondolom most így egy kicsit idősebb fejjel, hogy akkor már éreztük, hogy 1988-ban volt, és nem sokára volt már a változás, hogy lehet, hogy a zsűri, ez az én feltétlenül zsűri, azt gondolta, hogy most már hogy nemzeti zene győzzön. De igazából ez, akkor a rendező, hogy fogalmazta, ez talán még nagyobb propaganda volt nekünk így. Azóta a népszerűségük töretlenül megmaradt. Ha emlékeznek, nem sokkal ezután lepték el a köztereket és az aluljárókat a perui zenét játszó együttesek és árusok. Ez egy megélhetési forrás volt. És az hogy minél többen megálljanak, tehát olyan dallam kell, ami minél fülbemászóbb, minél harmonikusabban szól. Megáll, akkor dobni fog pénzt, vagy esetleg vesz kazettát, vagy CD-t. Na most... Hamar rájöttek arra, hogy a pánsíp az nagyon egzotikusnak számít, többféle pánsíp van az Andokban. Tehát amit ők használtak, az egyfajta pánsíp volt főleg. Azt használták, azt mondom, hogy olyan dalokban is pánsípoztak, amiben mondjuk hagyományos ott nem is létezik az a pánsíp, de jó szólt és az embereknek tetszett, tehát más. Volt olyan csapat, akik egész hagyományosan zenéltek, de hát a nagy része azért nem is mindig népdalok voltak, ilyen népies szerzemények. Ha már pánsíp, Ákos mutat is egyet nekünk. Ez egy olyan pánsíp, amiben hosszabb, rövidebb sípok vannak benne, mégpedig azért, mert a fő hangsor mellett díszítő hangok vannak. Mi ez a díszítő hang? Az, hogy amikor játszik aki játszik a rondador játékos, akkor nem egy sípot, hanem mindig kettő sípot fúj meg, tehát nem így, hogy így, hanem hát így szól ez, ha profi ember kezeli. A Los Andinos bejárta az Andok vidékét, eredeti dallamokat és hangszereket keresve. 1997-ben fél évet voltunk kint. Akkor végigjártuk Ecuadort, Perút és Bolíviát. Hát nem minden vidékét, csak hát mielőtt kimentünk el, határoztuk, hogy mely vidékeket akarjuk megismerni most ezen a tanulmányúton. Ott akkor közel 30 koncertünk volt Ecuadorban, olyan 20 körülbelül Peruban. Azt mondták, nagyon nagy siker volt, nagyon tetszett nekik. Tehát kazettát, az összeset már Ecuadorban eladtuk például, vittünk ki magunkkal. Szerencsé bedobtam egy köteg kazettaborítót, így aztán Limában után gyártottak kazettát, amennyi borítónk volt. El is tettünk néhányat emlékben, mert ugye rá van írva, hogy készül Peruban, egy csó Peru. Hangmérnök srác, aki hát sokszor vesz fel Andok zenét ott, az mondja, hogy jó, hogy játszátok ezt a kuszkói dallamot, ez dél-perui dallam, de látszik, hogy félköríves a sípja a fúriának. Hallatszik, bocsánat. Micsoda, hallod? Azt mondja, igen. Ezt lehet hallani. Hát persze, azt mondja, a parasztok inkább szögletes sípút használnak. És hazajöttem és átfaragtam a fúriákat, és egy sokkal felhangdúsabb fúria lett, és évekig úgy játszottunk, pedig ott volt például Max Péter Baumnak egy gyűjtése Bolíviából, 50-es években, meg 60-as években gyűjtött zené. És ott lefényképezte a hangszerek, és nézne a fúriákat, ezeket a peremfúriákat, és mind szögletes sípja van neki. Szóval tényleg ez ott azóta már szögletes síppal zenélünk. Úgy veszem észre, hogy amerre megyünk, azért tudják az emberek, és még mindig, hogy mi az, hogy Los Andinos, és úgy veszem észre, a fiatalok jönnek, azoknak is tetszik, hogy ők mondjuk, nekik ugye ez nem volt semmit, ezeket 88-ban Ki mit tud, tehát ugye nincs oda, de én úgy veszem észre, hogy megállnak, és úgy hallgatják, hogy hú, ez milyen fajta zene. És hogy miről szólnak a dalok? Hát mi másról? Barátságról, szerelemről, családról, csalódásról, az élet dolgairól, meséli Ákos. Mindegy, hogy hol zenélsz a világban és mivel, akár hegedűvel vagy pánsíppal, az ember ember marad, és saját életét zenésíti meg.